A sokszínű tartalmat és a párbeszédet a Vodafone támogatta. Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere a Decathlon. Szia! Takács Béla, szia! Kis Roberta! Üdv a stúdióban! Én Anna vagyok. A Földön találtok bútoralkatrészeket és szerszámokat. A feladatotok, hogy szereljétek össze az asztalt közösen, és ismerjétek meg egymást. Szereltél már asztalt valaha? Hát, múlt héten. Fiamnak szereltem szekrényt. Bélának hívnak, 42 éves vagyok, hobbiaim közül három meghatározó van, a horgászat, a népzene és a vadászat. A vadászatnak az, hogy elkapd a vadat, az a koronája. Nem az ölésen van a hangsúly, ezt mindig elmondjuk, soha nem azon, hogy most ott ezzel mi lesz ezzel az állattal, mert nem. Tehát az, hogy megszerezd, az, hogy elkapd. Ezt gondolom, hogy itt valami támasztó lehet, vagy abban jobban megy. Ez szerintem keresztben. Vagy, aki, aha, ez a kettő egymásra. Uh-huh. Roberta vagyok, 22 éves, a Miskolci Egyetem végzős ipari termék és formatervező mérnök hallgatója, így nagy állatvédő vagyok, illetve környezetvédő, 2,5 éve vagyok vegán, előtte 1,5 évig voltam vegetáriánus. Miskolcváros klímanagykövete lettem, megszerveztük az első Miskolci Cube of Truth-ot. Először elrakjuk. Mert az is ugye ki van lyukaszgatva, és akkor... Uh-huh. A tiplikbe bele kell helyezni. Aha, így felét kezdjük el forgatni, mert itt nálam van egy lyuk. Igen. Kiesz egy olyan fajta gyermeki örömet, ami minden fiúgyermeknél előfordul, hogy ráfogja a játék puskáját a verébre, és lő egyet, és most ezt meg tudod csinálni. És ez egy akkora élmény lőni. Hát ugyan itt kéne csinálni, megfordítjuk az egészet. Uh-huh. És akkor a könnyebb lesz. Jó. Nem, szerintem nem. Hoppa. Jó, hogy a tiplit nem törtem el. Volt egy kis Yorkink, aki sajnos lebénult, és kis kocsit kellett neki tervezni, és így kezdtem el kötődni szorosan az állatvédelemhez is, illetve az egészségügyi területhez is. Nagyon szeretnék például kis állatoknak protéziseket is tervezni. Adjak szerszámot? Aha. Köszönjük. Köszi. Az első kis állatom egy tengeri malac volt, vittük magunkat nyaralásra, kivittük a telekre, és a kutyák is ugyanezt nálunk, az állat a családtag. Tehát ilyen nincs, hogy az állat az állat. Nem próbáljuk meg emberi tulajdonosságokkal felruházni őket. Vadállatok, annak megfelelően élnek, mi meg emberek vagyunk. És itt nem lehet arra tekintettel lenni, hogy jaj, de cuki az a róka. Nem furták meg. Mert oda kell, ellentétes oldalra. Basszus, lehet, hogy ezt elrontottuk. Ezt kellett volna hamarabb? Hogy fog ezzel röhögni a feleségem? Te jó ég. Te sem műszaki vonalon jársz akkor, ugye? Igazából, de. Igen? Mérnök vagy? Igen. Az jó. De ezt most szerintem letagadhatom. Ki kell kapni az egészet. Bocsánat. Ez egy tévképzet, hogy mi kimegyünk és szórakozásból ölünk, mindenre lövünk, ami mozog, és addig jó nekünk, amíg üres a tábla. Na, ez nem így működik. Tehát, hogyha egy jól lőjük meg a vadat, azt szokták mondani, akkor a vad, mire leesik a lábáról, már nem él. A vadászatnak is szerintem az egyik legundorítóbb módja, amikor éveken át akár odaszoktatják élelemmel magukhoz az állatokat, az állatok megbíznak bennük, azt hiszik, hogy szeretik. Azért, hogy ne 1500 forint legyen egy kiló kenyér, ahhoz az kell, hogy a vadat megállítsuk az erdő szélén. Ez pedig konkrétan egy olyan szóró, tehát egy sima vad, amire kijön a disznó, és akkor a disznót meg lehet lőni. Megfogod egy picit? Aha. Beállítom a tippet. Persze. És akkor még ez van, ugye? Igen, ez az utolsó. Oké, okay. Nézzük meg. Elbire egy sört. Bélának hívnak. A vadászatnak az, hogy elkapd a vadat, az a koronája, és ez egy akkora élmény lőni. Roberta vagyok, 22 éves, 2,5 éve vagyok vegán, előtte 1,5 évig voltam vegetáriánus, nagy állatvédő vagyok, illetve természetvédő. Nálunk az állat a családtag, tehát ilyen nincs, hogy az állat. Vadállatok,
annak megfelelően élnek, mi meg emberek vagyunk. Úgy gondoltam, hogy akkor itt ideje, hogy csak a számjárjam, mert én is tegyek valamit. Az állatok nem bíznak bennük, azt hiszik, hogy szeretik. Amikor már tehát elég közel vannak hozzájuk, akkor csak szimplán egy puskával lelövik őket. Na, hát hello! Hello! Most már tudtok valamit, amit eddig nem sejtettetek a másikról. Reméljük, hogy van kedvetek folytatni a beszélgetést. Van. Hát nem fogunk egymásnak esni, de hát azért jobb a óvatosság, ez biztos. Én azt gondolom, hogy amit ti csináltok, az egészen addig, amíg a törpemalacig eljutunk, vagy a kutyákig, vagy macskákig, addig oké, amikor olyan terepre merészkedtek, amit nem értetek, vagy nem tanultátok, nem ismeritek, akkor tévúton jártok. És ez a vadászatnál abszolút így van. Szerintem az, aki azt mondja, hogy szereti az állatokat, de húst eszik, az a kis kedvenceket szereti, és nem az állatokat. Szereti a kutyát, szereti a macskát, de azt, akit szeretek, én azt nem fogom megenni. Annak nem akarok fájdalmat okozni. Nekem a szeretet az egy olyan fogalom, ami azt akarja, hogy a másikat megúvom, megvédem, nem okozok neki fájdalmat, és egyenlő partnerként tekintem. Bárpedig én nagyon szeretem a rókákat, az egyik kedvenc állatom, de a legjobban rá szeretek vadászni. Mondjuk a rókát nem, de a csukát imádom megenni. De akkor ez már nem szeretet. De, szeretet. De én... hogy definiálnád a szeretetet? Nem akarom definiálni a szeretetet. Én nagyon szeretem de ezeket azt mondta, az állatokat. De amikor azt mondtad, hogy szereted a feleségedet, meg szereted a harcsát. Én nem úgy tekintek rá, hogy az adott egyed. Én úgy tekintek arra az állatra, egy meghatározott populáció tagja, amiből kiemelem, amiből kvázi, mint egy haszonállatot hasznosítom. De attól még szerethetem. Tehát, hogy vad meg haszonállat, az szerintem két különböző fogalom. Tehát, hogy van a vadállat, meg van ugye a haszonállat. Haszonállatoknak szokták inkább nevezni ugye teheneket, malacokat, a vadállat, meg mondjuk, nem tudom, egy agyoroszlán nem lenne haszonállat. Hát nem. Hasznosítható vadról beszélünk, aminek ugye az alapja a vadgazdálkodás, ami meg egészen messzire vezet, hogy miért. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy túlnépesedett a bolygó, meg kell termelni a szükséges mennyiségű gabonát. De ha túlnépesedett a bolygó, akkor nem lenne egyszerű mondjuk a termőföldeket úgy felhasználni, hogy a terméseket nem megetetjük egy állattal, majd az állatot megetetjük mi, hanem a középső lépcsőt kihagyva, csak szimplán megesszük azt, amit megtermesztettünk. Ez nagyon jó ötlet, csak a gyakorlatban, ha az állatállományt, a vadállatállományt nem tartjuk karban, akkor az a gabona, ami most jelenleg benne a boltok piacán mondjuk 500 forintba kerül egy kiló liszt, az 1500 forintba fog kerülni. De ha ezt a két területet el tudnánk egymástól választani, illetve lenne elegendő hely a varak számára és az emberek számára a termőföldeknek, akkor ez a probléma is megoldódna, és akkor nem feltétlenül kellene közbeavatkozni. De ez nem így működik. Tehát egy teljes vetést végig tud menni egyetlen egy éjszak alatt, két konda neked úgy kitúrt több hektár területet, úgy újra kell vetni. De ha ez folyamatosan jelen van, akkor folyamatosan emelkedő gabonaárakkal kell számolni. A maga a vadgazdálkodás is a fenntartható gazdálkodás része, vagy ahol megfelelő módon van tervezve a halászat, horgászat, ott nem fogy az állomány semmilyen szinten. Tehát úgy juttatunk embereknek élelemforrást az asztalára, hogy ezáltal az adott populációt karban tartjuk, és egészségesebbé tesszük, és fenntartjuk. A szántóföldek közébe kell tenni egy 20 méteres erdősávot. Ez is például egy tipikus fenntartható gazdálkodási formát fog eredményezni hosszú távon, amiben persze lesznek gondjai az adott gazdálkodónak, de egy természetvédelmi és globális szemszögből egy nagyon helyes lépés. Persze, de nekik is azért joguk van az élethez, illetve persze, ahhoz, hogy vándoroljanak, táplálékot szerezzenek. Igen. Nyilván abban gazdálkodnak, amiből tudnak. Tehát, hogy itt azért szerintem egy egészséges kompromisszumra lenne szükség, nem pedig arra, hogy ha bemerészkedik a mi területünkre, amit mi építettünk ki emberek, akkor vegyük is el ezért cserébe az életét. Rá végre is csak a családját szeretné például ellátni, vagy önmagát fenntartani. Ez így van. Ha emberi oldalról nézed, így van. Ha meg populációt vizsgálsz, ha meg azt nézed, hogy te is ugyanolyan ember vagy, akinek neked meg a családodnak kell biztosítani az élelemforrást, akkor eljutsz oda, hogy mi a fontosabb. Az ő élete, Bambi élete, vagy a miénk. El szoktam mondani, hogy az állatvédő
egyedben gondolkodik, a természetvédő meg a vadász populációban. Nem lesz ennek vége, a vad folyamatosan be fog merészkedni az életterünkbe. De hogyha emberi oldalról megnézzük, akkor ugyanúgy az embereket is ritkíthatnánk gyakorlatilag. De... mert az emberek is bemerészkednek a vadaknak a területébe, azt veszik el tőlük. És hogyha 100 évre visszamenőleg visszatekintünk, akkor megnézzük, nem volt például ennyi nagy ipari állattenyésztés, nem vettek el ennyi területet az erdőkből, nem volt ennyi erdőtűz, nem kezdték el ritkítani, hogy ugye újabb és újabb termőföldeket alakítsanak ki számukra. Ha ez így megy tovább, akkor gyakorlatilag az emberek számára sem lesz élhető hely, nem vagy a vadak számára. Én kérdezek egy pár dolgot, és akkor én plasztikusan megvilágítom neked, hogy fogalmad nincs azokra a dolgokra, amikről te most beszélsz. Van neked 100 disznó az adott területen, szerintem mennyit kell abból meglőni, hogy következő évben is 100 maradjon? Nem tudom. Oké. Okay. Meg tudod-e mondani, hogy 100 évvel ezelőtt mekkora volt Magyarország erdősültsége? Nem, mert nem ebben a területben dolgozom. Oké. Okay. Meg tudod-e nekem mondani, hogy 100 évvel ezelőtt mondjuk mekkora fogoly létszámmal dolgozott a vadászati kultúra, és hogy miért tűnt el maga ez a bizonyos állatfaj a faunából hírmondóként megmaradva egy pár példány. Feltehetsz nekem bármennyi vadászathoz kapcsolódó kérdés, ez nem csak vadászat, ez nem csak vadászat. Nem fogom tudni megválaszolni, hogy te se fogsz tudni bizonyos kérdéseket megválaszolni. Igen, csak én azért kérdezem, mert ezek alapok. Tehát ahhoz, hogy elinduljunk, ahhoz, hogy én olyasmivel vitatkozzak, ami mögött nincsen valós tudás, az egy nehéz dolog. Tehát annak nincs ez vége. Ez az én oldalamról is. Igen, de kettőnk között egy nagy különbség van, olyan, hogy vegán egyetem nincs. Olyan, hogy... szakok vannak egyébként, főleg külföldön. Én nem tudom, de itt Magyarországon jelen pillanatban még a egyetemen a vadgazdálkodást oktatják. Magyarországon nagyon sok mindenből hiány van, nem csak a vegán egyetemből. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon mi van és mi nincs, akkor itt napokat ülhetnénk, hogy miből van hiányosság, főleg, hogyha az oktatást megnézzük. Jó. Ebben nincs igazam. Hát... nem egyenlő. Nem. Nem. Ez teljesen más történet. Én magam nem vagyok trófeavadász, ezért különösebben nem tudom értékelni, hogy azok ott fönn vannak. Ha valakinek az az első olyan vadja, amit elejtett és fölrak belőle, és utána ment és elejtette, akkor általában tudja, hogy e mögött mi van. Az tudja, hogy ez milyen veszélyes dolog. A jobb oldalon olyan trófeákat láthatunk, amiket valaki valamit letett az asztalra, illetve valamilyen sport vagy tanulmányi teljesítményt ért el, amivel ő kiérdemelte ezeket a trófeákat. A bal oldalon viszont valakinek az élete árán szerezte meg ezeket. Én azért ezt megint árnyalnám, ezt a kérdést, nem valakinek, ez nem egy élőlény árán, élőlény halála folytán jutott ehhez, de ez nem egy ember. Tehát és mitől különb egy ember és egy állat? Teljesen más. Egy állat, egy ösztönlény. Az ember nem ösztönlény? Nem, az ember nem ösztönlény. De az ember az állat közé van besorolva. Gombák, növények, állatok. Nagyon sokan vagyunk még ezzel, akik azt gondolják, hogy egy ember nem egyenlő egy állattal. Tehát egy húsüzemben a hím kiscsirkéknek az élettartama az nagyjából egy nap. És mennek a darálóba, ugye őket élve darálják le. Egy házta egy csirkére, ez egy olyan 12 évet tippelek. Csirke? 12 év? 8 hét után megy a kondérba. Egy házta egy csirke. Az a kérdés, hogyha nem vágjuk le. Akkor 4 év a tyúknak. 8 év. Hát, olyan tyúkon még sose volt. 42 napot azt eltaláltam, mert az körülbelül a vágó csirkéknél így működik. Hát de itt is attól függ, hogy melyik csirkéről beszélünk. Igen. És itt is ott van, hogy évente 50 milliárd csirkét vágnak le. Tehát, hogyha addig, de mi ezzel a gond? Hát, hogyha 50 milliárd csirkét tudunk etetni, plusz még nem tudom hány milliárd egyéb állatot, tehenet, malacot, stb., vagy más madarakat, akiket megesznek, akkor miért nem tudunk 7,5 vagy 8 milliárd embert táplálni? Miért van ennyi éhezés? Hogyha őket meg tudjuk etetni,
nekik ki tudjuk termelni ez azt a tápanyagot, amire szükségük van. De csak kérdem, hogy akkor például ez a párhuzam, ez nagyon beteges. Persze, ez jogos, de hát ez, számban ethetünk, de ezt nem tőlem kell számunk kérni, tehát nincs, aki hát akar és legyen vegán, étrendel. Én ezt senkit nem fogok rá beszélni arra, hogy ne legyen vegán. Ez az ő döntése, ő vállalása, de hogy engem se kényszerítsen rá senki, hogy ne egyek meg egy általam lelőtt. És például, hogyha mondjuk azt mondom, állatom, hogy ez a húsevés, ez abszolút nem egy fenntartható módja az életnek. Ezt és mondjuk a egyet. Te gyerekeinek lehet, hogy már nem lesz jövője, akkor sem változtatnál. Én azt gondolom, hogy ez egy tévképzet, tehát ez nem működik. Az, hogy ne legyen húsevés, ez 100 év múlva sem lesz téma szerintem, csak meghatározott körökbe. Az emberi faj egy ragadozó faj, attól függetlenül, hogy minden evő egy ragadozó faj. Egy ember oda tudna szaladni igazállához és megölni? Nem, de nem is az akkor a cél. Akkor nem ragadozó. Hát, itt kezdődik a ragadozó. Nem, hát amikor ősemberek voltunk, akkor kitaláltuk ennek a módját. Ha nem, ha ősemberek vegánok lettek volna, akkor most nem ülnék. Egyébként itt. Az ősemberek nagy részben növényeket fogyasztottak erre, és többféle tudományos bizonyíték létezik, hogy nagyon ritka esetekben fogyasztottak állatokat. Többségben gyűjtögető életmódot folytattak. Hát ez szerintem megint egy... Sőt, a gladiátorok vegetáriánusok voltak. Jó, oké. Tehát ez két külön témáról beszélünk. Csak mondom, hogy ha a múltban akarunk kutakodni, akkor ilyeneket is fel lehet hozni. Tehát, hogy ezek is tévhitek, hogy mennyi húst tettek régen az emberek, meg az ősemberek. De nem mert is nem mondtam, így van. Hogy kell sokat enni. Tehát ezt mi se tartjuk helyesnek, hogy minden nap sztéket tegyen az ember. De attól még minden nap fogyasztasz húst. Persze. Általában minden nap. És nem is ugyanaz a két ember, az egyik oldal rossz, a másik meg hugó. Hát gondolom ez arra akar kéleződni, hogy vegán meg minden evő étrend mellett is lehet izomzatot építeni, lehet e-sportolónak lenni, és igazából bármit ugyanúgy lehet végezni az életben. Vagy a másik oldalról, hogy a húsevés sem olyan káros. Ugyanúgy néz ki a két ember gyakorlatilag. Kívülről, igen. Kívülről. Hát belőle nem fogunk méreható elemzéseket tenni egy fényképből, de valószínűleg. Igen. Rengeteg vezető orvos egyébként végzett ilyen kutatásokat, akik mind bizonyították, hogy egy növény alapú étrend nem csak hogy megelőzheti a szív- és érrendszeri betegségeket, hanem még akár javíthatja is. Ugyanilyen pozitív hatással vannak a rákos megbetegedésekre, asztmás megbetegedésekre és egyéb örökletesnek félt, illetve a hosszú távú betegségekre. Én azt gondolom, hogy nem ettől lesz valaki egészséges, hogy vegán életmódot ért, hanem attól, hogyha megfelelően egészségesen él. Tehát egészségesen étkezik, egészséges életmódot folytat. Akkor ő magában eléri ezt a dolgot, és nem kell egy akkora áldozatot hozni, amit magát a vegánság jelent. A vegán étkezés az például nem egyenértékű a teljes értékű növényi étrenddel, ami viszont az egyik legegészségesebb életmód lehet, de a vegán életmódot is lehet jól, illetve rosszul csinálni. Hát lehet valaki vegán sült krumplin, pizzán, hamburgeren és egyéb junk foodokon, de ja, értem, lehet valaki vegán mondjuk úgy, hogy csak zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat vesz a boltban, és abból készíti el egyébként az ételeit. Hát, valószínűleg ez is így van. Hogy itt a szén-dioxid kibocsátásnál hozzájárulnak azok is, hogy ezeket az állatokat ugye szállítják tengeren túlra, akár valamint az állatok ugye önmagában is bocsátanak ki különböző metán, gázokat, például ugye metánt. Hogyha ezeket összevetjük, akkor így valószínű, hogy a vad hús kevesebb ilyen hatású kibocsátásokkal jár. Önmagában egészségesebb ételről van szó, már csak azért is, mert nincs tele tömve hormonnal, hormonnal, nem kezelik. Antibiotikummal, különböző gyógyszerekkel. Tehát, hogy olyan szinten tolják tele mindenféle gyógyszerrel, hogy itt várható a közeljövőben például egy antibiotikum rezisztencia akkor is. Ezt már mondják hosszú ideje, oké, de most akkor ez a mondat ez megint azt erősíti meg, hogy mennyivel egészségesebb, hogyha hasznosítjuk az általunk rendelkezésre, vagyis a nekünk rendelkezésre álló vadakat. Mert nem mindenki fogja bevállalni a húsevés tilalmát magára nézni. De miért ne vállalná be? Mert nem kell, mert nem akarja. Miért? Mert nem szereti a rántott tököt azért.
lehet enni ugyanolyan rántott szeleteket, aminek például a rántott hús íze van. Nem mindenki tudja ezt kifinanszírozni. Jelen pillanatban ezek olyan áron vannak, hogy nem tudja kifinanszírozni. A vegán étrend semmivel sem drágább, egyébként csak meg kell tanulni főzni. Jó, hát most ezen nem akarok vitatkozni. Hát akkor most itt... De most a készítelekről beszélünk, tehát az előre elkészített mirelit ételekről, ami pedig nyilvánvalóan drágább, mivel amire rákerül a Vegan Certificated matrica, az alapvetően sokkal drágább termék lesz, mint egy nem vegán. De hogyha mondjuk megnézzünk egy véletlenül vegán terméket, amit nem vegánnak készítettek, csak egyszerűen nem raktak bele állati eredetű összetevőt, az például semmivel sem drágább. Ha pedig otthon a konyhában készítjük el, akkor pedig egy olcsó és fenntartható étrendről van szó. Ja, igen, nem is láttam az alkoholést. Én is azt nézem, igen, hogy megerősítettél. 40%-kal olcsóbb, hogyha otthon készítjük. Hát igen, tehát hogy azért a zöldségekkel sokkal gyorsabban el lehet készülni, mint például egy hússal. Igazából lehet, hogy így is van. Lecsó az hamarabb megvan, mint egy vaddisznó pörkölt. Hát, vagy egy borsó pörkölt is. De nem lehet mindig lecsót tenni. Egy karfiol pörkölt. Nem szoktam lecsót tenni egy évben, max. Kétszer. Húshalnak az ára is. Hát az... Nem tudom megmondani, biztos, hogy drága, de mivel évek óta nem vettem, ezért nem tudok erről pontos adatokat mondani. Azt tudom, hogy mennyibe kerül a vadhús. Mivel vadász vagyok, lényegesen olcsóbban jutok hozzá, mint bárki más. Egyszer felhoztad például a természetvédelmet. Szerintem az ott például egy közös pontunk. Pontosan melyikünk mit csinál, az változó, mint hogy minden emberben változó, mert nincs két egyforma ember, de mind a ketten teszünk érte. Én magáért inkább a természetvédelemért teszek többet. De így, hogy én most nekem ez legyen a hobbim, hogy a környezetvédelemért tegyek, azért már elég öreg vagyok. De szerintem ez nem hobbi, hanem egy olyan társadalmi felelősségvállalás, amiben mindenkinek részt kellene vennie. Így van. Illetve, hogyha több milliárd ember gondolja azt, hogy én csak egy vagyok a sok közül, akkor az már több milliárd ember lesz. Tehát, hogyha mindenki tesz érte, nyilván ami még kényelmes, ami még nagyjából ott a komfortzóna környékén van, akkor már sokkal erőrébb lennénk. Ez nagyon jó ez a hozzáállás, mert jelen pillanatban én már 42 évesen nem tudok erre ekkora energiát, vagy ekkora lendületet fektetni, mint amekkorát benned látok. Amikor otthon várja két csemete, akkor nem az lesz az első dolga, hogy azon gondolkodjék, hogy már megint hogyan fogom a környezetemet jobbá tenni. És a két csemetére, ahogy fogalmaztál, értük se szeretnéd megtenni? De nem ez lesz a fő szempont. Engem és a mikorosztályunkat ez annyiban tudja érinteni, hogy mi is megtesszük azokat a dolgokat, amivel azt érjük el, hogy ez a bolygó jobb legyen, de nem fogunk tudni már utána menni. Hát egyértelmű, illetve az ebből származó problémák és az én, illetve az alattam lévő generációkat fogja majd érinteni, illetve sújtani. Nem tudom, szerintem nem olyan szinten nem tudjuk meggyőzni egymást, hogy itt jelen pillanatban nem hirdethetünk győztes sem. De szerintem az nem is erről szól. Tehát itt megpróbáltuk egymás szempontrendszerét megismerni. Ettől függetlenül, hogyha bármi másról beszélgettünk volna, szerintem tök jó kijöttünk volna, és itt se volt probléma. Roberta, Béla, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Jó volt azért. Hát nem mondom, hogy egy jó volt, de... Jól összeraktuk ezt a... De az asztal jól sikerült. Igen. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, mi a ti véleményetek a témáról. Legközelebb egy újabb téma, és egy újabb páros érkezik. Sziasztok! A sokszínű tartalmat és a párbeszédet a Vodafone támogatta. Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere a Decathlon.